Így van, és ezúttal ez sikerült. Felvilágosítottak, hogy a Polaroid gépnél az első az ugyebár egy ilyen vak, a csomagolásnak a fedele, és ez sikerült Nagy Feróékkal ugye nyomtatnom. Hát igen, a fotószakkörön erről a részről lemaradtam, de most már pótoltuk, úgyhogy térjünk vissza a Nadal 2019-re a két Gergővel. Elképesztően néztem, van valaki, aki olyan magas, mint Freddy, sőt még magasabbnak szűn, de van. Azt mondtad, hogy nem, egy magasabb vagyok, vagytok. Egy magasabb. Mindkettőtökben erős druk volt, amikor fölléptetek, még neked is, Gergő. De jó, hogy te ez mellette. Hogy még neked is azt mondtad, hogy az első pár másodpercben egyszerűen figyelni kell a hangodra, hogy kijöjjenek, mert hogy még mindig hiába vagy negyedszer most már a dalban. Igen, ez, nem tudom, igen, pont azt beszéltük, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy kéne valami megoldás valakitől, vagy mondja valaki, ha tudja, hogy mindjárt az első másodperctől maga biztosan indulni, mert mindjárt nekem ugye az első 10 másodperc most nagyon kicsit csúszkált, én azt éreztem és bizonytalan volt. Aztán mindig ellazulok, de valahogy mindjárt így paf, azonnal biztosan kellene indulni. Ezt majd kifejlesztek valami jó technikát. Erre. Szóval valami tipp erre van, valami nincs. Nekem nincs. Hát én az egész hát még így először vagy, igen. De nem látszott, ráadásul te kezdted, ugye első voltál. Az mindig azért egy ember próbál. Én attól féltem, hogy így megy a mikrofon a kezembe, legalábbis én azt éreztem. De nagyon stabil volt, stabilan énekeltet. Tehát amikor vége volt mondjuk a dalotoknak, akkor viszont a kezdeti izgalom után azt éreztétek, hogy na, valami ilyesmit akartam ma este itt lerakni? Elégedett voltál? Én nagyon, mert hogy főleg azzal, hogy el tudtam egyáltalán énekelni ezt a dalt itt. Én is így jövök vele, igazából én nagyon valami utamodon megfáztam egy picit eléggé, és izgultam ez miatt egy picit, de így a dal előtt lelazítottam azért magam, amennyire csak lehet, de így az első 10 másodperc után azt éreztem, hogy azért jól sikerült, és a zsűri pontozása és véleményezése után meg még jobban megnyugodtam. Két, hát most ketté kell választani a két a dal szempontjából, a saját szerzemények szempontjából. Gergő, Szeker Gergő, te egy olyan dalt hoztál, amivel azt látom, hogy minden, ami most, de ne érts félre, menő tud lenni, tehát egész van benne a népzenei motivum, egy modern zenei alapra dolgoztál, egy nagyon jó hanggal, ami mondjuk mindig menő, de hogy úgy raktad össze, ugye ez menőnek számít? Szerintem hát, akkor én nagyon boldog vagyok. Nem, hát itt állsz és tovább jutottál, tehát vagy valóban azt csináltad, amit a szíved diktál, vagy volt benne tudatosság? Tudatosság, hát tudatosság csak akkor volt, azért, tehát abból a szempontból tudatos a magyar, már mint a népzenei motivum, mert szeretném a saját korosztályomat, a 22, 21, 17, 23 éves embereket arra ösztönözni, hogy ezt a saját kultúránkat egy kicsit pörgessék fel a lapokat, mert hogy jó, hogy ez ember otthon van ebben. Gergő, neked meg mindig nagyon fontos, hogy valami mély üzenetet hordozzon a dalod. Mostában akárhányszor mi beszélgettünk, akár itt, akár a Petőfi TV-n, az olyan dalokat hoztál, aminek súlyos és kemény mondani valója volt. Nem, most sem egy ilyen kis könnyű tingli-tangli poppal indítottál. Igen, fontos ez nekem mindig, és általában valahogy, valahogy úgy jön ki, hogy a gyors dalok is, tehát a vidámabb hangulatú daloknak is jön valami mély tartalom, vagy mély mondani való. Most tavasszal majd csinálok valami vicceset. Na, hogy vicceset. Jó, nem kényszered. Ez a tényleg ilyen egyébként. De mert jó humorod van egyébként. De nagyon fontos nekem, és ez a dal, meg ugye negyedjére vagyok itt, de talán ez a legmélyebb tartalmú dal, amivel indultam eddig. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és gratulálok a továbbjutáshoz.